Jónás Péter átíratok című kiállítás megnyitójára várták a művészetkedvelőket július 12-én a Tatai Várban. A fiatal képzőművész már ismerős lehet a tataiak számára, hiszen a főleg grafikával foglalkozó alkotó tavaly a Grotta csoportos kortárs művészeti tárlat díjazottja volt. Annyira komoly grafikusról van szó, aki nem csak vérbeli grafikus, aki sokszorosított grafikával, és nagyon ennek a megújításával foglalkozik, erre törekszik, de ő egyetemi tanára, Kaposvári Művészeti Karnak a tanára, DLA fokozatú, tehát doktori fokozatú oktatóról van szó, művészről van szó. A kiállítás látogatói látni fogják, hogy itt valóban nagyon érdekes grafikai technikák vannak, és a grafikának a többféle területen való megújítására tett kísérlet látható a falakon is. Tehát technikailag is újak ezek a dolgok, formailag is a tárgyát tekintve is újak, és igazából egyféle formai kísérletet jár körbe a művész, amit többféle technikával, többféle nézőpontból tár elénk. Tehát ma már a sokszorosított grafika nem arról szól, amiről régen, hogy egy műalkotást többek számára is hozzáférhető legyen. A műalkotás megszületése ebben az esetben, hogyha részkarcról vagy litográfiáról van szó, nem amiatt érdekes, hogy abból sok készüljön, hanem amiatt érdekes, mert így a műalkotásnak a létrehozása is tulajdonképpen egyfajta rituálé. A kortárs művészet egyre kedveltebb a közönség számára. Nem véletlen, hogy Jónás Péter már Budapesten, Pécsett, Kaposváron, Kalocsán, Miskolcon és Győrben is önálló kiállítással mutatkozott be. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon könnyen befogadható és emészhető anyag, ha körbenézünk. Annak ellenére, hogy a szemléletmódja az, mondhatjuk, hogy modern, bár azt gondolom, hogy itt a 21. század elején már minden elfogadott, másrészt a technikai része az viszont egy hagyományos, ugye a sokszorosító grafikai eljárásokkal készültek a munkák. Jónás Péter átíratok című kiállítása egészen augusztus 15-éig tekinthető meg a Tatai Várban.